kezdesz felnőni, kicsim? Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig gréfás, de van úgy, hogy elkíl egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell is kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályú, 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 Gályú. Én vagyok! Gyertek, meseidő van, gyerekek! Nos, kezdjük! Az egész akkor történt, amikor Gályú 3 éves volt, Rozi pedig csak egy kis baba. A mai mesénk címe Gályú vásárolni megy. Gályú, ébresztő! Esik a hó, nézd! Éljen! Hóembert akarok csinálni! Először öltöz fel! Hol vannak a pulcsiaid? De én ebben akarok kimenni! A rövid nadrágban mész ki, úgy fogsz fázni, mint egy hóember! Elfogyott a kukoricapehely! Veszünk, ha elmegyünk vásárolni. És tojásra is szükségünk lesz, mert egy különleges meglepetést sütök. Különleges meglepetést? De jó! Gályú és Rozi mindig is szerette anyukája meglepetés süteményeit, bár előre sosem tudta pontosan, mi lesz az. Gályú, ideje indulnunk az üzletbe. Öltöz fel! De anya, én a dinoszaurusszal akarok játszani. Játszhatsz vele később is. Gyere, csak rád várunk. Gályú szeretett vásárolni, de mindig sok idejébe telt, míg elkészült, mert játszani is szeretett. Gályú, szállj be a kocsiba! Építünk hóembert! Nos, igen, ami azt illeti, igen. Ez az, egy hóember! De most indulnunk kell. Anya, én is úgy akarok utazni, mint Rozi. Jól van, de induljunk, mert nem lesz időnk a hóemberre. Én ezt kérem. Gályú, meglepetés süteményt készítek, emlékszel? Nem kell mellé több süti. Jó? Mi lesz a meglepetés sütemény? Ha megmondom, oda a meglepetés. Ha a pénztárnál leszünk, neked kell figyelni Rozira, amíg én fizetek. Gályú csak azokra a süteményekre tudott gondolni, de nem emlékezett, hogy hol látta őket. Mielőtt feleszmélt, már el is tévedt. Egyedül volt és félt. Anya! Anya, hol vagy, anya? Gályú, mi történt? Elmentél! Nem, Gályú, te mentél el, de nagyon örülök, hogy megvagy. Menjünk haza! Gályú még mindig dühös volt, de örült, hogy újra a mamájával és Rozival lehetett. Tudod, anya, megijedtem, amikor elvesztem. Én is nagyon megijedtem, kicsim, ezért vigyázzunk, hogy ne forduljon elő többé. És most fejezzük be a meglepetés süteményt, jó? De én hóembert akartam csinálni. Hóembert fogunk csinálni, csak épp itt a konyhában, nem odakint. A különleges meglepetés! De jó! Gályúnak és Rozinak teljesen igaza volt. Kitalálták, hogy mi lesz anyukájuk meglepetése. Anya, nézd! Ez egy igazi hóember! Akkor biztosan fázik. Adjunk neki egy sálat. Gyerekek, itt az ideje, hogy meséljek nektek. Gyertek! Gályú még csak 3 éves volt. A mai mesénk címe Gályú a fürdőkádban. Ne! Gályú, ideje megfürödnöd. Komolyan mondom, nem fogok veled játszadozni. Gályú nem akart fürdeni. Hová tűnt? Vajon hol lehet ez a kisfiú? Oh!
Hol lehet, Caillou? Aha! Hát itt vagy, Caillou. Ideje fürdeni. De én nem akarok fürdeni. Víz, anya. Rendben. Túl hideg a víz, anya. Au! Mégis hová szaladsz, fiatalember? Megyek játszani. Játszhatsz később is. Most fürdened kell, hogy tiszta legyél. De én nem akarok tiszta lenni. Ne! A tisztaság nem vicces. Próbáljuk ki a habfürdőt. Ne! Biztos nem fog fájni. Szeretnél buborékokat, Caillou? Nem. Add a kezed. Hát nem mókásak. Hirtelen Caillou-nak eszébe jutott a kiskacsája, és eszébe jutott, hogy Rosie szobájában hagyta. Ó, ne, már megint! Caillou, gyere vissza! A kiskacsám! A kacsa buborékokat csinál! Sok buborékot! Nagy buborékot! Talán ez is segít, hogy több legyen. Caillou rájött, hogy a fürdés lehet élvezetes is. Megtanulta, hogyan kell buborékot csinálni. Nézzétek! Sok-sok buborékot csinálok! Hol van Caillou? Itt vagyok! Én vagyok az! Hol van a kacsám? Ne aggódj, kis kacsa, megmentelek! Vizesek vagytok! Caillou úgy találta, hogy a fürdés nagyon is mulatságos. Jól van, Caillou, ideje kijönni. Nem akarok, a kádban akarok játszani. Rendben, akkor holnap is szeretnél a kádban játszani. Igen, én is a kacsám, meg a sok-sok buborék. Így szerette meg Caillou a fürdést. A mosógép lejárt. Ideje lazítani, gyerekek! Meseidő van! Nos, nézzük, mit csinált ma Caillou. Ó, igen! A mai mesénk címe Caillou felöltözik. A mosás nagyon sokáig tartott Caillouéknál, ezért Caillou... Nos, Caillou szorgalmasan segített. Áll! Hol van az ajtó? Most nem érek rá játszani, Gilbert! Nézd, mit hoztam, anya! Köszönöm, Caillou! Ügyes nagyfiú vagy! Caillou nagyon büszke volt, hogy segített. Jó érzés volt. Jobb lenne, ha felmennél. Caillou úgy gondolta, ha elég nagy, hogy segítsen anyukájának mosni, akkor elég nagy, hogy egyedül felöltözzön. Csak egy baj volt. Az összes ruháját levitte mosni, így nem tudott mit felvenni. Ne! Caillou! Felébreszted Rosie-t. Miért vagy pelenkában? Nincsenek ruháim. Az nem lehet. Rengeteg ruhád van. Istenem, igazad van. Tudom már, játszunk valamit. Adok ruhát. Nem hordhatok felnőtt ruhát, apa. Miért nem? Túl kicsi vagyok. Azt majd meglátjuk. Igen, meg is vannak.
pont jó lesz. Lenne olyan kedves uram, és felpróbálná ezt? Ez csíkis. Kalapot is kaphatok. Hadd nézzem, hadd nézzem! Várj csak, még hiányzik valami. Akár egy igazi úri ember. Nagyon tetszik a bajuszom, apa. Látod, hogy nem vagy kicsi a felnőtt ruhákhoz. Igen! Kajú, milyen szépen felöltöztél. Annyira édes vagy. Szeretnék egy képet kettőtökről.